Kecskés Attila, a Sárospataki Árpád vezérgimnázium végzős tanulója, most éli az érettségi izgalmait. A vizsgára való felkészülés mellett volt ideje arra is, hogy összeválogassa második kiállításának képeit. A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár igazgatója örömmel adott otthont a képeknek, mert az első tárlat is sok érdeklődőt vonzott. Kecskés Attila másodszor kiállító nálunk, egy érettségi előtt álló fiatalemberről van szó, aki véleményem szerint nagyon tehetséges, és mi örömmel adunk helyet az ő munkáinak. Nagy csodálattal állnak meg az olvasók a képek előtt, ugyanis azt hiszik, azt gondolják, hogy fotókról van szó, vagy egyes esetekben fotókról van szó, és el szoktam árulni, hogy ezek rajzok, és akkor nagyon elcsodálkoznak. Attila kisiskolás korától örömmel rajzol, tollal, ceruzával, ecsettel is szívesen dolgozik. A legnehezebb utat a portrérajzolást választotta. Szívesen megörökíti képein a barátait, ismerőseit, de a filmsztárokat is. Legszívesebben zenére rajzol, s mindig igyekszik a legjobbat kihozni a tehetségéből. Ennek ellenére is sokszor elégedetlen az elkészült alkotással. Azt mondja, azért kezdett el 3-4 éve portrérajzolással foglalkozni, mert szívesen időz el egy szimpatikus arc előtt. Én csak lerajzolom, amit látok. És próbálom tényleg azt rajzolni, amit én látok, és nem amit más lát. Ezért szerintem ez a legszebb a rajzolásban. Egy-egy szimpatikus, számomra szimpatikus vonást, a pillantást, egy-egy ráncot a szem alatt, mosolyt, minél élőbbé, élénkebbé és varázslatosabbá tenni. Attila az érettségi után pszichológiai tanulmányokra jelentkezik, de továbbra is komolyan foglalkozik majd a rajzolással, mert céljai vannak vele. A kiállítás július végéig látható a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban.